Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, először is nagyon örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Én a Pannon Egyetemen végeztem. Bevezetőt azt magyarul mondanám, illetve a vitát is magyarul, az előadást inkább angolul mondanám el, és akkor utána lehet kérdezni. Én a Finn Természettudományi Múzeum kurátora vagyok, illetve egyetemi docensként dolgozok a Helsinki Egyetemen. Növénygenetikával és molekuláris evolúcióval foglalkozok. Akkor mi a fenéért beszélek én a biodiverzitásról? Azért, mert 6 évet dolgoztam, illetve 6 éve dolgozok a Washingtoni Egyezmény betartásában. Én vagyok Finnország tudományos felügyelője, ez a Scientific Authority. Gyakorlatilag ez arról szól, én több ilyen nemzetközi gyűlésen képviseltem Finnországot, először Dél-Afrikában, Johannesburgban, és most idén nyáron az Európai Unió képviseletében a Finn Európai Uniós elnökség tagjaként én vezettem a delegátust, ami gyakorlatilag listázza és megpróbálja szabályozni a fajok kereskedelmét. Mi a lótúró ez gyakorlatilag? A CITES gyakorlatilag, vagyis a Washingtoni Egyezménynek 184 aláíró országa van. Ez megpróbálja limitálni azt, hogy mivel tudunk kereskedni globálisan, illetve milyen védett növényekkel és állatokkal hogyan tudunk jobban gazdálkodni globálisan. Az fontos látni, hogy jelen pillanatban egy hatodik fajkialási esemény közepén élünk. Ez tény. Ezt úgy hívjuk, hogy holocén extinkció, vagy más néven antropocén extinkció. Az ember gyakorlatilag hatalmas nagy hatással van a biodiverzitásra. A védett növények és állatok kereskedelme egy multimilliárdos piac, gyakorlatilag, ami sokkal nagyobb, mint az emberkereskedelem, vagy mint a drogkereskedelem együttvéve. Ez éves szinten akár 20 milliárd dollárt tesz ki. Tehát a biodiverzitás csökkenésének egyértelműen az ember az okozója. Viszont itt én vagyok ezeken a helyeken. Megpróbáljuk azt feltérképezni, hogy milyen fajok azok, amelyikkel az ember kereskedik, illetve amire a kereskedelem irányul, akkor arra fogunk jutni, hogy ez bizony az evolúciós törzsfán és az életfáján gyakorlatilag az emlősök, madarak, különböző hüllők és egyéb más elsősorban gerincesekre koncentrálódik. Ezek a kereskedelemben, a fekete kereskedelem által érintett fajok elsősorban ugyanazokba a csoportokba tartoznak, és egymással közel rokonságot mutatnak. Ez gyakorlatilag több mint 31 ezer fajt érint. Elsősorban ezek a fajok a trópusokon fordulnak elő, és nagyon-nagyon gyorsan reagálnak a fekete kereskedelem felbukkanására. Mondhatok egy példát is. Van egy nagyon érdekes egyensúly a szabályozás, illetve a szabályozás betartatása, és
és a valóság között. 2012-ben a CITES betiltotta az elefántcsont kereskedelmet, aminek az lett a következménye, hogy az elefántcsont fekete piaci ára fölszökött az egekbe, és az ember, a fekete kereskedelem elkezdett keresni egy alternatívát, ez pedig lenne más volt, mint a kalapács csőrű madár, ami Indonéziába fordul elő. 2012-ben nem is hallottunk róla, viszont 2016-ban egy nemzetközi konvenció, különböző országok beterjesztették ezt a CITES listájára, hogy nyilvánítsuk védetté, azért, mert 3 év alatt a fekete kereskedelem gyakorlatilag teljes mértékben a kihalás szélére sodorta ezt a madárfajt, ugyanis ő olyan csőrrel rendelkezik, amiből ez a fekete vörös elefántcsont, ami igazából nem elefántcsont, csak a csőréből lehet ugyanolyan jellegű dolgokat készíteni. Nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen példa, amit el is hoztam ide, ez a jávai tobzoska, aminek a védetté nyilvánításában én is részt vettem. Elsősorban, illetve az összes többi tobzoska faja elsősorban Kínában kereskednek, a pikkelyét adják el afrodiziákumként, illetve a húsát eszik. Fantasztikus teljesítmény, de erről van szó. Van viszont egy másik nagyon érdekes kérdés, az, hogy amíg ezekből az állatokból, a gerincesekből tudunk ilyen nagyon jól kinéző kis plüssjátékokat készíteni, addig a fekete és ezeket elsősorban különböző tanulmányokban mérjük, addig a gerinctelenekkel kapcsolatban, illetve a növényekkel kapcsolatban, itt fontos megemlíteni, fogalmunk sincs róla, hogy hány faj az, amit a fekete kereskedelem veszélyeztet és megpróbál veszélybe sodorni. Itt szeretném megmutatni ezt az ábrát, ami gyakorlatilag arról szól, hogy elsősorban, és itt Mátyás professzor szerintem ezzel kapcsolatban hozzá tud szólni, ugyanis a bubingák, a Dalbergia nigra és a Dalbergia sziszó azok a nagyon fontos fajok, amikből például kokobóló asztalt készítenek. És ezeket a fajokat gyakorlatilag ugyanúgy veszélyezteti a faj kihalás, viszont ezzel kapcsolatban nem sok mindent tudunk. Egy Dalbergia plüss állat, egy plüss játék nem néz neki olyan jól, mint mondjuk egy tobzoska, vagy mondjuk egy cápa, de ugyanolyan fontos, sőt az amazonasi ökoszisztémát, illetve más ökoszisztémát is és ugyanannyira érinti. Mit tudunk tenni ezzel kapcsolatban? Nem veszünk ilyen dolgokat, nem veszünk elefántcsontból készült dolgokat, nem veszünk semmilyen állati termékből készült dolgot, azt megteszik helyettünk mások. Mondjak egy példát, nagyon nehéz megtalálni azt a pontot, amikor még sebezhető, illetve már csökken a kereskedelem által, már csökken az adott populáció száma az adott egyedek esetében, de még nem tudjuk védetté nyilvánítani, mert nincsen róla elég információ. Fontos dolog az is, hogy azok a szakemberek, azok a taxonómiai szakemberek, tessék biológiára menni, azok a taxonómiával foglalkozó szakemberek is veszélyeztetett fajnak számítanak, akik meg tudnák azt mondani, hogy egyáltalán mivel kereskedünk. Ezzel kapcsolatban a politikusok elsősorban akkor az alapkutatások
nem támogatásával, illetve a gyakorlati kutatások erősítésével nagyon attraktív portfóliókat lehet létrehozni, és ezzel a politikusok nem szembesülnek. Viszont amikor a döntéshozó asztalnál ott ülnek az Európai Unió képviseletében, vagy egyéb más országok képviseletében, és jön a kérdés, hogy na és akkor mi az, amivel kereskednek az adott országban? Akkor mondja meg valaki. És hát mondjuk például az adott fajt, az adott fafajt, vagy az adott állatfajt, mondjuk 3 olyan ember van, aki meg tudja mondani az egész Földön, hogy mi a fene az. Idáig jutottunk. Viszont egy nagyon jó példa a jegesmedve. Egy jegesmedve bőr ára jelen pillanatban a fekete piacon 79 000 dollár. Ez 2 kiló arany árának felel meg. Idén nem nyilvánítottuk, elsősorban Kínába adják el, idén nem nyilvánítottuk védetti a jegesmedvét, mert nem tudjuk megmondani, hogy hány jegesmedve van. Ez körülbelül 10 000 és 50 000 közé tesszük. Természetesen Kínában, ahol a jegesmedve bőröket veszik, illetve nagyon, nagyon borsos áron megveszik ezeket a dolgokat, a kínai képviselők azt mondták, hogy hát a CITES egy kifejezetten tudományos döntéshozó testület, mondjuk meg, hogy miért akarjuk védetté nyilvánítani a jegesmedvét. És erre nem tudtunk mit mondani, ugyanis nem készültek olyan tanulmányok, amik bizonyították volna, hogy a jegesmedve populáció pontosan veszélyben van. Ezt mindenki látja, de tudományosan senki nem fizetett érte, hogy valaki elmenjen az Arktiszra, és mondjuk megnézze, hogy hány jegesmedve van. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert 3 év múlva Kosztarikában újra elő fog jönni ez a kérdés, és akkor már sokkal kevesebb jegesmedve lesz, ugyanis a 79 000 dollár, az kb. 2 kiló aranynak az ára. Aranyból van 128 000 tonna a Földön, míg mondjuk jegesmedvéből van 10 és 50 000 közötti példány. Amíg az aranyjal folyamatosan lehet kereskedni, a jegesmedve bőr egy véges tartalék, ami előbb-utóbb ki fog fogyni. És hogyha gyakorlatilag a kereskedelem végére érünk, akkor ezzel egy evolúciós folyamat végéhez is érünk, és egyértelműen rövid idő alatt, több 3-10 év alatt el tudjuk tüntetni azt, ami mondjuk az evolúciónak több 100 millió évébe telt. Ez egy nagyon fontos dolog. Senki se gondolja úgy, hogy az ökoszisztéma, illetve a biodiverzitás egy olyan dolog, gyakorlatilag úgy tudunk róla gondolkozni, az emberek úgy állnak hozzá, hogy mint hogyha ülnénk egy repülőgépen. Ülünk a repülőgépen, és mindenki kihúz egy kis csavart. És mindenki úgy gondolja, természetesen mindenki tudja, hogyha mindenki kihúz egy csavart, előbb-utóbb eljön majd az a pont, amikor a repülőgép szét fog esni, és le fog zuhanni, és mindenki meg fog halni. Ez tény. Tudományosan nem tudjuk viszont megmondani azt, hogy mi lesz az az utolsó csavar, amit hogyha valaki kihúz az utasok közül, az a repülőgép lezuhanásához fog vezetni. Tehát, hogyha politikai döntéshozóként így viszonyulunk hozzá, és azt követeljük a kutatóktól, illetve a biodiverzitásra és az ökoszisztémával foglalkozó emberektől, hogy mondják meg, hogy meddig lehet elmenni, és mi lesz az utolsó pillanat, ezt nem lehet megmondani. Visszatérve a CITES-re és a politikai döntéshozásra, ez a szabályozás működik. Nagyon lassan, nagyon nehézkesen, de ez az egyetlen egy, illetve az IUCN Red List, ez az IUCN vörös listája, illetve a másik a CITES, ami egyáltalán ezzel foglalkozik. Ezt országos szinten nem tudjuk megoldani, Európai Uniós szinten nem tudjuk megoldani, csak és kizárólag globálisan tudunk ezzel ellen föllépni, ami 184 ország összehangolt
működése szükséges. Ezért annyira nagyon fontos, hogy ezeket az előírásokat betartsuk, illetve egyáltalán ilyen jellegű döntéseket hozzunk, illetve erről beszéljünk. Hogy mennyibe kerül. Tehát nagyon alacsony az az összeg, amiből nagyon nagy változást létre lehet hozni. Egy ilyen konferencia 3 éves megrendezése durván olyan 6 millió euróba kerül. Ez 184 ország költsége, viszont van sok olyan ország, ez pár tízezer euróról van szó, ez nagyon sok országnak problémát jelent ezt az összeget kifizetni. Gyakorlatilag ez nem egy nagy összeg, ez globálisan, illetve országos szinten is kezelhető, de mi emberek annyira ignoránsak vagyunk ezzel a problémával kapcsolatban, hogy még ezt az összeget se vagyunk hajlandók ráadozni arra, hogy egyáltalán megpróbáljuk megoldani ezt a problémát. A Coca-Cola 1 éves jövedelméből, profitjából vigyán ki tudná fizetni ezt az összeget, és sokkal jobb helyé tudnánk tenni ezt a Föld nevű bolygót, amin mindannyian élünk. Köszönöm szépen! Köszönjük. Köszönjük szépen!